itt azért van egy olyan íratlan szabály, hogy soha nem nézünk kettővel előrébb. Igen, mindig csak az adott pillanatnak kell örülni. Svédországban a gépek mindent tudtak, emberség meg itt van. Az amerikai elnököt nem kíséri annyi rendőr, mint amennyi ezt a mentőautót kísérte. Volt egy olyan pillanat, amikor a kisebbik fiam megkérdezte az édesanyját egy hónap után, hogy apa meghalt. Kevesen vagyunk, túl sok teher van rajtunk. Akinek ez sok, tehát és nem tudja ezt teljes lélekkel, elánnal csinálni, az nem marad itt. Mindenki a saját szabad idejéből áldoz arra, hogy itt dolgozok, és ezt csak megszállottsággal lehet elvégezni. Július 25-én született meg Hanna, egy teljesen zavartalan terhesség után, így végig abban a tudatban voltunk, hogy minden rendben van. Aztán a szülés is gond nélkül lezajlott, és már a harmadik napon úgy volt, hogy mehetünk haza, amikor az akkori gyerekorvos észrevette, hogy valami nem stimmel a kis szívével, ilyen szívzörejt hallott, akkor ugye nem tudtuk pontosan, hogy milyen komoly baj áll e mögött, de akkor irányították át minket ide a Gottszégen-György kardiológiai intézetbe, és hát itt szembesültünk azzal, hogy komolyabb a baj, mint az elsőre tűnt. Az első sok az hideg zuhany ott él a családot, amikor kiderül, hogy az egyébként nagyon klasszú kinéző és mosolygós kis újszülött, az nagyon komoly veleszületett szívhibával rendelkezik. El sem akartuk hinni először, hogy ez nem velünk történik. Ugye hát a családban nem is volt soha ilyen probléma, tehát ez ilyen felfoghatatlan volt, hogy pont velünk, ugye ez az ember ilyenkor ezen átesik, hogy miért pont mi, hogy olyan kicsi az esély, hogy ilyen baj éri az embert. De hát most ezt már el kell fogadnunk, és akkor ezzel kell élnünk és segítenünk őt, hogy rendben legyen. Dr. Környei László volt az első orvos, akivel találkoztunk, ő közölte velünk a rossz hírt. Nagy éltranszpozíció volt a fő probléma, mitrális billentyűszűkület és lyukak is voltak a pitvarán és a kamráján is. Természetesen utána próbált is megnyugtatni minket, hogy erre van lehetőség ennek a gyógyítására. Tényleg egyből próbált minket nyugtatni, hogy nagy a baj, hogy nem akar minket áltatni, de hosszú út áll Hanna előtte, jó lesz a vége, hogy ezt higgyük el. Úgy sok fájdalmon fog átmenni, de nem azzal kell foglalkozni, hanem hogy majd a végeredmény az jó lesz, és hát ebbe bízunk mi is. Fölmerült annak a lehetősége, hogy egy gyermekszívközpont kellene Magyarországon, egy. Akkor még nem tudtuk, hogy évtizedekkel előzzük meg Európát. Az ennyire specializált, ennyire úgy mondjuk már, hogy high-tech ágazatokat, mint a gyermekkardiológia, gyermekszívsebészet, éppen azért, mert kevés ember tudja, éppen azért, mert nagyon drága, éppen azért, mert nincs annyira sok beteg, mint mondjuk egy felnőtt kardiológiában, ezért a nálunknál sokkal gazdagabb országok is megpróbálják centralizálni. Mi ezelőtt több mint egy évtizeddel valahogy talán ráéreztünk, talán sikerült meggyőzni a ott akkori döntéshozókat, hogy egy szegény országnak, mint mi vagyunk, egy 10 milliós országnak elég egy, de az az egy, az legyen ütőképes. Első lépések tulajdonképpen mondhatnám így, hogy a humán erőforrás toborzása, úgy mondanák máma ezt, egy szó mint száz, egykori
kollégák, barátok a Szél Rózsa másik irányaiba mentek. A akkori fő altató doktorunk az Münchenben volt akkor már 5 éve. A vezetősebészeink egyike akkor, ma már ő a vezetősebész, akkor éppen Párizsban fejezte be a 2,5 éves tréningét, méghozzá olyan helyen, amelyik hát a világ első 10 munkahelyében biztos, hogy benne van. És beszélgettünk, és elhatároztuk azt, hogy próbáljuk meg közösen. Párizsi professzorom akkor már közel járt a nyugdíjhoz, és akkor ő eldöntötte, hogy ő ki fog képezni egy nemzetközi csapatot, hogy az ő hagyományai ne vesszenek kárba. Egyébként nagyon sok ország szenved attól, hogy kis sebészeteik vannak, és ezt a nagyon bonyolult szakmát nem tudják átadni, mert nem folyik képzés. Úgyhogy eleve csak nagy központban lehet képezni, ahol eleve elég műtét van ahhoz, hogy nagyon-nagyon óvatosan és lassan a betegeket nem veszélyeztetve engedjék ezeket az új sebészeket az útjukra. És én nagyon hálás vagyok a Claude Planché professzornak, hogy nagyon alaposan felkészített, bár azt mondta, hogy ő nem mondhatja meg, hogy én mit kell csinálok Budapesten, ő csak azt mutatja meg, hogy ő mit csinál Párizsban, és ez olyan, mint a konyha, nekem a helyi anyagokból kell ugyanazt az ízű étket megfőznöm. 2,5 évet töltöttem kint német központokban. Ami igazán speciális volt, az a második volt, ahol a berlini, egy nagy központban ott transzplantológiával foglalkoztam. Ott próbáltam azokat az ismereteket összegyűjteni, ami az itthoni gyerekszív transzplantációs program elindításához kellett. Igazából az ember nem is külföldre akart menni, hanem a szakmáját szerette volna még jobban csinálni, vagy az abszolút maximumot adni, hogy ugyanazt megkaphassák a magyar gyerekek is, ami külföldön van. Tehát igazából a kíváncsiság és a maximalizmus, ami az embert külföldre vitte végül. Németországban volt, mind a 2 alkalom, meg 2-szer voltam kint Brémában. Azt hiszem, hogy világon, de Európában mindenképp a legnagyobb központ, ami a kisgyerekek, illetve felnőtteknek a vele született szívbetegsége után jelentkező szívritmuszavarokkal foglalkozott. Amikor kimentem Hollandiában, Rotterdamban, az Erasmus Egyetemen volt egy lehetőség, amelyik akkor első meghívásként 1 évre szólt, ez 89-ben volt, akkor a rendszerváltást élveztük, akkor mi még a keleti blokk voltunk, ők a mesés nyugat, gyanakodtak mindenkivel, aki a keleti oldalról jött, vajon milyen a tudása, vajon mennyire megbízható, vajon mennyire képzett. Ezért voltak nagyon óvatosak, és 1 évre szólt a meghívás. Az 1 évből 3 lett, a 3. év végén a 3-ból már 6 készülődött, és a 5. év elteltével egészen komoly, életfogytig szóló elképzelések kezdtek volna körvonalazódni, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Március 28-án született a Szent Imre Kórházban, és hát igazából minden addig, ameddig nem volt meg egy ilyen rutin vizsgálat, addig minden a legnagyobb rendben zajlott, szépen evett, fejlődött, ahogy kell, és hát aztán volt a kórházban ugye egy rutin vizsgálat, ahol megnézik, hogy hazabocsáthatnak-e minket, és akkor ott hallottak egy szívzörejt, és hát eléggé megijedtünk, és hát akkor pont jöttek az ünnepek, így húsvétkor, és hát azt mondták, hogy 3 nap múlva tudják megvizsgálni őt, és akkor hát édesapám az egészségügyben dolgozik, és akkor segített megszervezni, hogy már másnap bejöhessünk ide, és akkor megcsinálták a szívultrahangot, és hát sajnos nem kecsegtettek jó hírekkel minket, tehát azt mondták, hogy egy olyan szívfejlődés rendellenessége van, ami műthető, tehát abszolút műtéttel korrigálható, de hogy 1-2 héten belül meg kell őt műteni, és akkor igazából hát próbáltunk ebből a sokból valahogy így felépülni, de azt mondom, hogy így egy pár nap alatt így sikerült így összeszedni magunkat, és csak így a pozitív dolgokra megpróbálni koncentrálni, és a legjobb
úgy érezni, hogy a legjobb kezekben vagyunk, úgyhogy itt mindennek rendben kell lennie. Úgyhogy a műtét az megtörtént. Rodán főorvos úr műtötte őt, és hát minden mégis komplikációmentesen zajlott, és aztán azért így azt úgy látták jobbnak, hogyha azért még egy ideig fönn van az osztályon, tehát a negyedik emeleten, de hát egyre erősebb lett. Szonnán már kaphatott az első naptól gyakorlatilag anyatejet, úgyhogy így nagyon jó a szemlélet, azt gondolom ilyen téren is. És jó kezekben vagyunk. Magyarországról a diákok Debrecenből Utrechtbe jártak tanulni, a célegények meg Európa számos helyére, de abban a céllal, hogy kint tanulják meg a szakmát és hozzák haza. Aki járt külföldön és hosszabb időt töltött, az tudja, hogy van egy bűvös határ, amin ha az ember átesik, akkor nincs visszafelé. Mi egy családdal voltunk természetesen, feleségemmel, családdal a kezdetektől fogva a legkisebb kétség afelől nem volt, hogy vissza fogunk jönni. Ezt természetesen nem értették, nagyon nem értették. Lehetőség lett volna kint maradni, és akkor most jön a következő kérdés, hogy miért jöttem, vagy jöttünk haza. Az egyik legfontosabb talán, hogy itthonról támogattak. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a főnökeim, elődeim támogatták, hogy kimenjek és tanuljak, és jöjjek haza. Tehát mindenképpen morális kötelességem is volt, hogy hazajöjjek. Aztán szerettem volna, hogyha a gyerekeim is nem világpolgárként nőnek föl, hanem valamilyen egészséges identitással nőnek föl. Kerestek Münchenbe egy hasonlóan képzett, de még fiatalos gyermekszívsebészt, és ezt az lehetőséget elfogadtam. És itt hát egy nagyon kellemes periódus következett az életemben, nagyon sokat dolgozhattam, de professzionális körülmények között, és megnézhettem ismét, hogy hova jutott a fejlett világ, mert egy kicsit olyan ez a munka, mint a Forma 1, hogy mindenféle garázsokban komoly mérnökök kísérleteznek újabb technikai trükkökkel, amivel még jobbak lesznek, még gyorsabbak. Amikor Münchenből tovább szerettem volna lépni, végül is a német központokkal szemben mégiscsak Magyarországot helyezték előtérbe. Az itthoni kollégáim nagyon komolyan tovább léptek az én távollétemben is, mert megindítottak egy nagyon profi gyerekszívátültetési programot, aminek része volt egy műszív támogatás. Én mindig úgy készültem, hogy hazajövök, tehát ott a központban szerették volna, hogyha maradok egyébként, de eredetileg úgy készültem, és mindig hangsúlyoztam, hogy én haza fogok jönni, és azért én kevésbé foglalkoztam azzal, hogy milyen lehetőségek vannak. Tehát ebbe a szakmába is természetesen el lehet menni külföldre dolgozni. Nagyon meggondolnám, hogy hova megyek el, mert ez a fajta mozgási szabadság, ez erre szüksége van az embernek, ami itthon van. Hát részben ugye a család is szeretett volna hazajönni. Én kórházpedagógusként dolgozom most már 11 éve itt a kardiológiai intézetben. Eredetileg gyermekszakápoló az eredeti szakmám, és Göteborgban, Svédországban voltam gyakorlaton, ott találkoztam először a kórházpedagógiával, mint olyannal. Svédországban a gépek mindent tudtak, emberség meg itt van. És én emberekkel dolgozom, úgyhogy ez nekem nagyon fontos, hogy emberek vegyenek körül, és ne gépek jelezzék feltétlenül azt, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak. Azt gondolom, hogy lélekkel csak a saját anyanyelvünkön tudunk foglalkozni. Nekem a magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul tudok a lélekkel foglalkozni. Az, hogy az ember hova tartozik, az azt határozza meg, hogy hol végezte az iskoláit. Tehát ugye az iskola rendszert elvégzi, adott országba tartozik. Én ezt itt végeztem, egy kicsit ide tartozom, tehát nehezen illeszkedek már be egy másik országba. Ha a gyerekeinket korán kivisszük, és ők azt az iskola rendszert végigjárják, akkor ők majdnem, hogy oda tartoznak. Tehát a nyelv az önmagában, persze nyelvi számít, de maga az, hogy hova nő be az iskola rendszeren keresztül az ember, az határozza meg a gyökereit. És ezért van az, hogy sokszor a kint dolgozó kollégák bizonytalanul érzik magukat, mert ők nem tartoznak ahhoz az országhoz tisztán. A gyerekeik már lehet, de ők nem, és ők szeretnének is hazajönni.
és hát minket is befolyásolt ez tulajdonképpen, hogy mi valószínűleg itt éreznénk mindig jól magunkat. Tehát hogyha, én azt szoktam mondani a felségemnek, ha nem szorítanak meg annyira, hogy nagy gondunk van egzisztenciás, akkor nem szeretnénk kimenni. Az az ember, aki ebben az országban született, az morálisan minden tekintetben ehhez az országhoz tartozik, és ezért az országért felelős. Az egy teljesen más kérdés, hogy kerülhet abba a helyzetbe, hogy ideig, óráig elmegy szakmát tanulni, rövidebb, hosszabb ideig, elmegy pénzt keresni, még ez is belefér, de alapvetően az a felállás, hogy mi itt vagyunk itthon, ez szerintem nem olyan dolog, amin vitatkozni lehet. Ez egy alapvetés. És aki járt már nyugaton, az pontosan tudja, hogy lehetnek gazdagok, lehetnek okosak, lehetnek szépek, de Arany János nekik nem mond semmit. Az ember tragédiája nekik nem mond semmit. És aki ide születik, az szerintem alakítsa úgy az életét, alakítsa úgy az igényszintjét, hogy ez jelentse neki az életben a fontosat. Mert ha nem ezt teszi, akkor életen keresztül boldogtalan lesz. Van egy Down-szindrómája is, ami vele, vagy hát annak vele járója azért a nagy mértékben a szívbetegség, és nálunk valóban a szív probléma az, ami nagyobb nehézségeket okozott. Nehezen vettük az elején igazából azért, mert kérdéses volt az ő műthetősége, javuló állapota egyáltalán, úgyhogy nekünk mindenképp pozitívum volt az, hogy egyáltalán őt műteni lehet, és ezzel egy jobb életminőséget biztosíthatunk neki, úgyhogy mi, amióta ide kerültünk, igazából nekünk ez egy pozitívum, hogy itt lehetünk. Évente körülbelül 8-900 gyerek születik szívhibával. Ezeknek a gyerekeknek a jelentős része, mondjuk 5-600 gyerek, inkább 600, igényel valamiféle ellátást, akár műtétet, akár szívkatétert. Évente olyan 450-500 gyerek kerül a műtőbe, tehát sebészeti megoldásra, és 400-420 gyereknél végzünk szívkatéteres vizsgálatot, amelyeknek a fele, ez a bizonyos katéter intervenció, tehát egyben meg is gyógyítjuk. Ez az országban az gyakorlatilag az egyetlen olyan felszereltségű központ, ahol a gyermekkori szívbetegségek újszülött kortól, nulla órától, bármeddig felnőtt korig gyógyíthatóak. Ami a hétköznapokat jelenti, az egy reggeli vizittel indul mindig, amikor éjszaka beszámolnak a rendkívül eseményekből, és eldöntjük azt, hogy mik azok a programozott műtétek, amiket el tudunk végezni, és mik azok a sürgősségesek, amiket be kell szorítani a programozott műtéteknek a rovására. És ez a reggeli megbeszélés indít mindenkit útjára. A kollégáim egyrészt az intenzív osztályokra megy, ahol mindig van munka, ott folyamatosan vannak olyan gyerekek, akiknek a keringés állapota rendkívül sok élő munkát igényel. A kardiológusok másik része eltávozik a katéteres labor és a elektrofiziológia irányába, ahol kivizsgálják a pácienseket, és a csapat egy jelentős része pedig felmegy a műtők irányába, ahol két műtőben is párhuzamosan folynak műtétek veszetett szívhibás betegek esetén, és néhányan pedig az ambulancián fogják a járó betegeket
kezelni. Ez az osztály, ahol most vagyunk, ez az intenzív osztály. Ezek a kisbabák, akik érkeznek, vagy kékek, vagyis cianotikusak, vagy nagyon dekompenzáltak, vagyis nagyon szaporán szedik a levegőt, vagy olyan súlyos, magas fokú ritmuszavaruk van, amely ellátást igényel. Tehát ennek megfelelően vagy gyógyszeres kezelést igényelnek, vagy szívkatéterezés közben tudunk rajtuk segíteni, vagy akut műtétre kerülnek. Tehát ez egy széles skála, amelyből bármelyik a szükségnek megfelelően választható. A negyedik emelet, ahol most vagyunk, ez az úgynevezett posztoperatív intenzív részleg. Itt, mint ahogy a nevé is mondja, tehát a műtét utáni betegek kerülnek csak ide. Az ötödik emeleten van a műtő, két műtő van, és tehát azaz ennek az osztálynak a feladata, hogy a műtőből a friss műtéteseket fogadja, és a legnehezebb állapotban ellássa őket. Tehát ők lehetnek szívtranszplantáción átesett betegek, műszívkezelt betegek, összetett szívfejlődési rendellenesség miatt operált betegek. Tehát mindenféleképpen a legnehezebb időszakot fedi le ez az osztály, és amikor már nem igényelnek olyan sok szívtámogató gyógyszert, esetleg le tudjuk venni lélegeztetőgépről, tehát mindenféleképpen jobban és stabilan vannak, akkor az a menet visszafelé, hogy lekerülnek innen a harmadik emeletre, akkor ott még lábadoznak, a jobban vannak, visszakerülnek a másodikra, és akkor onnan mennek haza. A szívtranszplantáltak, vagy hogyha van olyan műszíves beteg, akit esetleg haza lehet adni, az ugye megfelelő steril körülmények közé kell, de mondjuk a többi szívbetegnél tehát nem kell elkülöníteni, tehát ugyanúgy maradhat egy szobába a testvérével, vagy utána már játszhat kint az udvaron, vagy a megszokott környezete, vagy a állata, a kutyája, hogyha várja. Tehát biztos, hogy műtét után még egy pár hónapig természetesen nagyobb figyelmet igényel, hogy a sebe meggyógyuljon, tehát hogy az véletlenül se fertőződjön, tehát azonnal nem lehet esetleg strandra menni, tehát vannak követelmények, amit be kell tartani, de utána visszatérhet, sőt, utána mehetnek pár hónap múlva iskolába. Igazából lesz még egy műtét, mert az a csődarab, amit most nem akarok nagyon belemenni itt a betegségnek a részleteibe, de amit beépítettek, azt egyrészt kinövi a gyerkőc, plusz ezt nem tudják ilyen billentyűvel ellátni. Kicsi, mi van? Tehát ezt nem tudják billentyűvel ellátni. És ezt valamikor 1 és 3 éves kora között fognak még egy ilyen műtétet csinálni. Igazából ez volt a nagyobb volumenű, meg a nagyobb kockázatosságú, bár hát nyilván mind a kettő nyitott szívműtét, tehát egyik se egy kockázatmentes beavatkozás, de igazából ezután ő azért nagyjából a normálishoz közelítő életet tud majd élni. Évtizeddel ezelőtt ez a gyógyítás a gyógyszeres kezelésen kívül egyértelműen szívműtétet jelentett, tehát sebészeti megoldást. Ma már, ahogy az előbb is láthattuk, vagy láthattuk több alkalommal, ma már a szívkatéter intervenció, úgy nevezik ezt, tehát egy olyan módszer, amelyik szívkatéteres beavatkozással, nevezetesen vágás nélkül, a combhajlatnak egy erét szúrva följuttathatóak ezek az eszközök, tágító balonok vagy záró eszközök a szívbe, és elég sok és egyre több szívhiba műtét nélkül katéteres módon is meggyógyítható. Természetesen mondanom sem kell, hogy egy gyereknek bizony az ég és föld az, hogy
egy szívműtéten esik át, vagy pedig egy katéter intervención. Ebben az esetben egy vele született szívfejlődési rendellenességet, egy pitvari sövény hiányt, úgy mondjuk ezt mi, egyszerű nyelvre lefordítva a két szív pitvar között elhelyezkedő lukat zártuk be szívkatéteres módszerrel. Ez annyit jelent, hogy ez a beteg, akinek ezt ma végeztük, holnap délután megy haza, és folytatja az életét, ahol abba hagyta. Ahogyan a katéter intervenciók lehetőségei bővültek, messze menően ugyanez igaz a veleszületett szívhibás szívműtéti megoldására is. Ma már olyan szívműtéteket végeznek a sebész kollégák, amire ezelőtt 10-15 évvel még gondolni sem mehetünk, és akkor ez a távoli jövőnek tűnt, ma pedig valóság. Én még emlékszem arra néhány évtizeddel ezelőtt, amikor mi fiatalon kimentünk Nyugat-Európába, Párizsba, Londonba, bárhova, és viseltük a kis magyar névjegytáblát, amin ott volt a nevünk alatt, hogy Budapest, Hungary, Magyarország, és bizony kicsit takargattuk, mert mi voltunk a szegény rokon, mi voltunk, akit mindig sajnáltak. Nekem így, egy három évtized munkája után hallatlan lelki békét és megnyugvást és sikerélményt jelent, hogy az én mostani tanítványaim, munkatársaim, a mai fiatalok kimennek ugyanezekre a helyekre, és amikor szembe jön velük valami nagynevű intézetből a hasonkorú fiatal, és ránéz a névjegytáblájukra, és látja, hogy Budapest, Hungary, akkor csak annyit mondanak, hogy ó, igen, Budapest az egy jó centrum. Az utóbbi időben már nagyon-nagyon neves nyugat-európai központból fiatalok tanulni szoktak idejönni Magyarországra. Néhány élen járó Nyugat-Európa vagy Észak-Amerikai központnak követjük az ellátási modelljeit, ami azt jelenti, hogy nagyon sok veleszületett, akár összetett szívfejlődési betegségeket is csecsemőkorban vagy újszülött korban már operálunk. Vannak nagyon súlyos szívhibával született gyerekek, akiknek csecsemőkorban egy helyreállító műtétel tulajdonképpen meg lehet gyógyítani. És ezek a műtétek és a beavatkozások egyre korábbi időpontra tolódnak elő. Azokban az esetekben is, ahol többféle beavatkozás következik egymás után, a beavatkozások egyre inkább jönnek előre korábbi élettartamra. Tehát az a cél, hogy ezekkel a súlyos betegségekkel minél rövidebb ideig éljenek a gyerekek, és minél hamarabb megtörténjen a helyreállító vagy a gyógyító beavatkozás. Teljesen pozitívan látjuk a jövőt igazából, mert az biztos, hogy a lehető legjobb kezünkben van. Tehát sajnos Hanna problémáival, betegségei miatt több kórházban is jártunk már, de itt volt a legjobb kezekben eddig, tehát itt voltunk a legnyugodtabbak. Amikor valakinek megszületik a gyereke, és még azt se tudja, hogy milyen apának lenni, vagy anyának, következő pillanatban kiderül, hogy egy komoly veleszületett fejlődési rendellensége van. Nagyon fontos, hogy az emberek érzik is azt, és úgy érzem, hogy ezt jól csinálják a munkatársaim, hogy egy olyan helyre jöttek, ahol a gyerek a fontos. Voltak lelkes szülők, voltak lelkes apukák, lelkes anyukák, akik például kitalálták nekünk, hogy az intenzív osztály teljes plafonját saját költségre leszereltettek, saját költségre művész egyetemista hallgatókkal terveztettek olyan képet, hogy mi volna az, amelyik a gyerekek lelkén leginkább segít, ez egy ilyen Teszvesz városhoz hasonló világ, és saját költségen, hozzáteszem, méregdrága pénzért az egész mennyezetünk ki van festve egy műtét után, egy katéter után, amikor ők ugye hanyat feküsznek, nem oldalt.
és nézik a plafont, és hát szegények bizony komoly beavatkozásokon estek át, leköti őket, élvezik a színes képeket, a színes világnak a képeit, egy kicsit feletteti velük, hogy ez kórház. Ezek hallatlan jelentőséggel bíró dolgok. Azokkal a gyerekekkel foglalkozom főleg, akik tartós kórházi kezelésre számíthatnak. Akkor műtét előtt egy-két nappal érkeznek, megismerkedünk egy társas játék keretében, vagy egy beszélgetés keretében, kinek mi éppen a vérmérséklete, vagy az aktuális hangulata, vagy van, aki csak a falhoz fordulva hallgat. És nagyon értékeli, hogy van egy ember, aki mellé ül és hallgat. Mert hogy mindenki állandóan kérdezi a gyerekeket, és nehezen fogadjuk el, hogy a hallgatás is egy beszéd. És amikor ők rájönnek, hogy hát én nem a fehér köpenyes doktornéni vagyok, aki gyógyítani szeretnék, akkor valahogy elfordulnak a faltól, és ha más nem, akkor egy rajz erejéig kinyílik az, amit ők mondani szeretnének. Soha nem jelenek meg tankönyvekkel, hogy na most akkor tanulni fogunk, és ennyi-bennyi, hogyha ez nem így lesz. A mi szakmánk másról szól. Mi szakmánk először is szorongáscsökkentésről szól. Arról szól, hogy van miért meggyógyulni, érdemes küzdeni. Igazából olyan gyerekkel, hát ez alatt a 11 év alatt nem találkoztam. Egyetlen egy kisgyerek volt, aki azt mondta, hogy nem szeretne tanulni. De mivel én nem tankönyveket hozok, hanem mondjuk hozok egy lufit, és a lufira írunk, vagy a földre írunk, vagy a falra írunk, ugyanazt a funkciót töltjük be, mint az iskolában, mégis más és érdekes, és ez a külvilág. Hogyha az ágyban fekszik, és nem tud mozdulni, de én odaadom a lufit, ezek a kis kezek, amik le vannak kötve és infúziós csövek lógnak belőle, megfordulnak, és meg kell tartani azt a lufit, mert hogy minden gyerek szereti mondjuk a lufit, vagy a labdát, vagy a bármit. Játék. Játék a tanulás, és van miért meggyógyulni. És mi a kedvenc tantárgyad? A rajz. A rajz, hát ez látszik. És hogyha a másodikat vesszük, akkor az? Matematika. Az jól megy neked, a maták? Szeretsz iskolába járni? És most, hogy itt vagy a kórházban, hogy fogsz tanulni? Láttal az osztályfőnök tanárnénőm, mert interneten tartom. Tartjátok a kapcsolatot. És akkor elmennek műtétre, és én visszavárom őket. Van, aki várja őket itt az osztályon, vagy éppen a harmadik emeleten. És amikor megérkeznek, akkor ennek nagyon örülnek, mert már én a kifelé vezető útnak vagyok egy része. Egyre nagyobb és egyre nagyobb szakmai igényeket támaszt velünk szemben a nem csak a szakma, nem csak a nemzetközi szakmai világ, hanem a 10 millió ember, akiket most nem patetikusan szeretnék fogalmazni, akiket hazajöttünk valamennyien. Mert pénz persze, hogy több van ott, szakmai lehetőség is több van ott, de a 10 millió ember itt van, és úgy gondoljuk itt valamennyien, hogy az nem csak egy szólam kell legyen, hogy ennek a 10 millió embernek ugyanaz jár, mint annak a 10 milliónak 1000 kilométerrel nyugatabbra, hanem tényszerűen járjon ugyanaz. Szemben egyébként a nyugat-európai modellel itt hihetetlen kötődés van a betegek és az orvosok között. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon erős a ragaszkodás, és azért egy kolléga kiesés, itt nagyon rosszul érik meg a betegek, szinte így magukra maradnak, mert nagyon-nagyon erős a kötődés. Ráadásul legtöbb gyereket, mivel összetett szívbetegséget sokszor operálunk és kezelünk, csecsemőkortól egész 18 éves korig követünk. A kérdés másik oldala az még érdekesebb, hogy az ember azért óvatos, mert a nagyon komoly betegekkel történő kapcsolatnál nem szabad talán annyira közel kerülni se a gyerekekhez, se a szülőkhöz, mert egyrészt nem tudunk objektíven dönteni, hogy mit csináljunk velük, másrészt pedig az a veszély fönnáll, hogy azért itt súlyos betegekről van szó, tehát néha azért elveszítünk egy-egy gyereket, és az, hogyha nagyon közeli a kapcsolat, az úgy
az ember egy kicsit mindig belehal minden gyerekbe. Tehát próbálunk egy picit távolságot tartani, ugyanakkor a bizalmi kapcsolatnak meg kell lennie, hogy bízzanak bennünk, mert nagy beavatkozásokon esnek át. Tehát ez egy összetett és nehéz kapcsolat, amivel a szülőkkel és a családdal együtt vagyunk. Mindenesetre azt látjuk, hogy amikor átmennek felnőtt korban, elég nehezen tudnak tőlünk szabadulni. A mi hivatásunkban, mi foglalkozásunkban mindig az szokott problémát jelenteni, ha a másik fél nincs az információ birtokában. Tehát különleges súlyt fektetünk arra, hogy mindent az ő nyelvére lefordítva, a maga valóságában, az összes lehető kockázatával együtt elmondjunk nekik. Már csak annál is inkább, mert hogyha a forgatókönyv szerencsés, és a végén a mi győzedelmünkkel és a gyerek egészségével végződik a történet, akkor annál nagyobb az öröm, mert tudják azt, hogy mi az, ami nem történt meg velünk. Egy kisfiú még a pályám elejéről, ő nehezen beszélte a magyar nyelvet, és én leültem mellé, és csak fogtam egy adag ceruzát, és egyszer, a harmadik napon vette ki a kezemből, előtte nem. És a harmadik napon kivette a kezemből, és félbevágott almákat kezdett el rajzolni. És akkor derült ki, hogy ez a kisfiú nem tudta, hogy hogyan fogják őt megműteni, és azt hitte, hogy félbe fogják vágni, mint azokat az almákat. Úgyhogy ez például egy nagyon tanulságos eset volt, hogy ugye az orvosok mindig tájékoztatják a gyerekeket arról, hogy mi vár rájuk, de hát a gyermek máshogy működik, nem biztos, hogy felmeri tenni a kérdéseit. Nem a csecsemőket vagy gyerekeket kezelünk, hanem családokat. Mi is egy kicsit a családi élettel belefolyunk ebben, hiszen amikor külföldön dolgoztam, akkor vagy az volt a jellemző, hogy a családom az első néhány hónapban nem követett, és akkor az elszakadtság, igen, volt egy olyan pillanat, amikor a kisebbik fiam megkérdezte az édesanyját egy hónap után, hogy apa meghalt. Tehát, hogy ezek nagyon komoly terhek a családra. Azt tudom mondani, hogy nekem könnyebb dolgom van, mert én bemegyek a műtőbe, és nagyon szeretek dolgozni, de a család az eléggé ki van ennek szolgáltatva, és ez nem csak az én esetemben van így, hanem az intenzíves nővéreinkre is gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok család nem tudná felfogni azt, hogy egy kisgyermekes anya szombat éjjel bejön, és vasárnap éjjel holt fáradtan, viszonylag szerény vérezés ellenében hazamegy, de boldogan csinálja, mert szereti, és a legtöbb munkatársunkat a szakma szeretet és az elhivatottság tart itt, mert ez egy nagyon szép szakma, tehát a gyógyulási arányuk nagyon magas. A gyerekek azt mondták otthon, hogy na, ők orvosok nem lesznek, mert hogy annyira keveset vagyok otthon, hogy ők ezt látják, hogy az orvos az, aki sohasincs otthon, de természetesen még kicsik, úgyhogy még ezt nem látják. Ez egy folyamatos küzdelem, hogy az ember otthon is, meg a munkahelyén is mellássa a feladatát, és jót csináljon. Itt valóban, akik dolgoznak, azok a saját szabadidejüket áldozzák arra, hiszen azt mondjuk, hogy 3:30-kor letelik a munkaidőnk, de amikor ránézünk az órára, már 7 óra van, tehát mindenki a saját szabadidejéből áldoz arra, hogy itt dolgozon, és ezt csak megszállottsággal lehet elvégezni. Itt nem lehetne másképp dolgozni, csak elhivatottságból, mert hát a nővéreknek például a fizetése, hát azt nagyon tudjuk, hogy a bevásárolt centrumokban többet keresnek. Tehát nagyon kell szeretni a gyereket, a beteg gyereket, imádni kell a munkát, magát, az, hogy szívbeteg gyerekekkel foglalkozunk, hogy a gyerekek meggyógyulnak. Másképp nem lehet, itt nem lehet megcsinálni, hogy dolgozok 3 hetet, vagy 2 hetet kimegyek külföldre, mert itt teljes értékű emberre van szükség. Tehát nem tudjuk 2 hetet, nem tudunk mi pótolni, mert tehát mindegyünk ügyel, és akkor ez a beosztás alapján szükség van minden nap mindenkire. Még a legelső időszakokban, amikor műszíves
kisbetegünk most már sokadik századik napját töltötte a műszíven, és azzal együtt, hogy mi kifele igyekeztünk nagyon megnyugtató módon viselkedni, de már bennünket is kezdett azért izgatni, hogy meddig lehet ezt a helyzetet még uralni orvosilag. Arról nem is beszélve, hogy pszichésen. És megérkezett a donor jelentés, akkor még nem voltunk ennyire szerencsések, hogy az Eurotranszplant tagjai lehetünk, nagyon-nagyon-nagyon messziről. Olyan messziről, amelyik már-már a határait feszegette annak, szakmai határait, hogy el lehet-e fogadni ezt a donor felajánlást, el lehet-e annyi idő alatt hozni ezt a szívet, be lehet-e varni ennyi idő alatt ezt a szívet, mert ennek is természetesen szabályai vannak. És rövidre fogva kockáztattunk, 7 órakor jött a jelentés, hogy a világ végén megvan a szerv, 9 órakor döntés volt, csapat volt, 11:02 felszállt a repülőgép, amit nem mi, hanem az erre illetékes emberek, a szervkoordinációs iroda, vérellátószolgálat emberei előkerítettek pilótástól, mindenestől, útvonalengedélyestől. Az éjszaka leszállt a gép a semmi kellős közepén, hozta a szervet, a pilóták, kollégáim mesélik, élvezték a feladatot. Megélték tudatosan, hogy ők valami nagyszerű dolognak a részei, és minden lehetőségüket kihasználva igyekeztek azt a feladatot úgy végrehajtani, ahogyan kell. Megérkezett Budapestre a szív, reggel jöttünk dolgozni, és csak azt láttuk, hogy az amerikai elnököt nem kíséri annyi rendőr, mint amennyi ezt a mentőautót kísérte. Elő a hátul oldalt motoros rendőrök, mert ők is sajátjuknak érezték a feladatot, hogy Ferihegyről lehetőleg gyorsabban hozzák be a szervet. Tehát azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy, és ez a helyes szerintem, hogy vannak előttünk feladatok, amelyben mindenkinek megvan a saját része, és ha ezt a saját részét teljes szívvel, teljes szaktudással csinálja, a sajátjaként kezeli, akkor lám van sikeres szívtranszplantáció, és akkor is, csak is akkor sikerül. Érdeklődők mindig vannak, és mindig látjuk, hogy kik azok a tehetséges kollégák, akik idejönnek. Itt a megtartása nagyon fontos, mert jelentős fluktuáció van gyakorlatilag a tehetséges kollégáinkból verbúválódva. Egy teljes magyar gyermek szívsebészet működik most az arab országokban, ahol azt hiszem, ha jól számolom, legalább 7 orvos kollégám tevékenykedik most váltakozva, kardiológus, sebész, altatóorvos. És azt gondolom, hogy ezek az igazán luxus kiadások egy ország számára, ezt nem nagyon lehetne megengedni, hogy egy teljesen képzett csapat pusztán megélhetési okokból, és hát ilyen kiégéshez hasonló érzelmi állapotból azt mondja, hogy kérem, ezt itt nem érdemes tovább folytatni. Gyakorlatilag szeretnék nővéreket és orvosokat verbuválni ide, mert nagyon sok új profil nyílt meg, tehát a műszív és a transzplantáció és a veleszületett szívhibák felnőttkori műtétje egy olyan új terület, amire osztályokat és ágyakat kell biztosítani. Mi folyamatosan kopogunk ezzel a felsőbb hatóságoknál, és reméljük, hogy meghallgatásra fogunk találni. A szakemberek itthon tartásának az egyik része pénz. Nem kérdés. A másik része, és itt én személyesen ezt próbálom érvényesíteni, az pedig az, hogy a munkatársaimban nap mint nap, perc mint perc tudatosítom, hogy ennek a teljesítménynek, ennek ők is részei. Cél van előttük. Kollégáim tudják, hogy jövőre mit akarnak, 2 év múlva mit akarnak, 3 év múlva mit akarnak, és ez a célképzet, ez egy nagyon-nagyon komoly tényező. A belső nyugalmat,
a belső biztonságot, a belső tartást tudja egy orvosnak adni, amely természetesen a végletekig nem fogja helyettesíteni a pénzt, de nagyon-nagyon sokáig pénzként képes működni. Én nem beszéltem még a világon olyan egészségügyi intézménnyel, aki azt mondta volna, hogy nekem megvan oldva a finanszírozás, mindenki panaszkodik, csak a panaszkodás mértéke az az, amelyik tudhat változni. Magyarországon ez messze menően nem elégséges az, amit mi ezért a tevékenységet hivatalosan kapunk, nem mint magánember, hanem mint kórház. Az önmagában végzett katéteres beavatkozásokhoz tulajdonképpen minden rendelkezésre áll, mármint a gépek és a felszereltség szempontjából. Amiben mindig nehezebb helyzetben vagyunk, azok a kiegészítő dolgok. Tehát az látszik, hogy ugye nem vagyunk olyan gazdag ország, mint a nyugat-európai országok döntő többsége, tehát nekünk a pulton nincs annyiféle beültetendő anyag, eszköz és különleges, itt akár érhálókra vagy billentyűkre gondolunk, mint ami a nyugat-európai központokban megvan, tehát ami nekünk mindig nagy fájdalmunk, hogy ha bent járunk egy korszerű nyugat-európai katéteres laborban, akkor ők kinyitják a szekrényt, és minden méretben minden található. Nekünk sokszor előfordul, hogy külön kell rendelnünk egy-egy speciális beavatkozáshoz szükséges érhálót például. Ebben vagyunk valószínűleg mindig gyengébbek egy kicsit. Néha az az embernek az érzése, hogy Magyarország nincs leszögezve a térképen, hanem itt így tényleg egy kompként csúszkál kelet és nyugat között. Ennek ellenére azok a gyerekek, akik ide bejönnek, meg a fiatal felnőttek, őket nem érdekli, hogy honnan, hanem ők azt szeretnék, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, és a szívsebészetben az a szép, hogy mi nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni látványosan, és nagyon-nagyon látszik, hogy mi csináltunk valamit, ami jó. És ez ad egy olyan lendületet az itt dolgozóknak, ez a nagyon magas sikerráta és a nagyon magas hasznosság, hogy ha mi egy csecsemőt megoperálunk egy összetett rendellenességben, akkor a folyamat az a nagyon rossz, rövid kimenetel, tehát a halál helyett ez 60-70 életév, tehát ez az a terület, ahol egy kapitalista egészségügyben biztos, hogy befektetések történnének. Tehát ez az a fő érv, ami engem ide vonzott. 80 éves idős betegeknek a lábszár fekét kezelve azt láttam, hogy ez egy nagyon szép gesztus, és nagyon fontos az ápolás, de hogy igazán semmi sem versenyezhet azzal, mint amikor egy vele született fejlődés rendelséggel született csecsemő, aki egyébként a szívhibája miatt halálra ítélt, egy olyan műtéten esik át, hogy teljesen normálisan fejlődő gyermekké, majd később egy egészséges felnőtté tudjuk operálni. Tehát ez a terület, ez azt hiszem, hogy a legolcsóbb a megnyert életéveket tekintve az egész egészségügy számára. Nagyon kár, hogy ezt senki nem számolja ki most ma Magyarországon. Nem olyan régen egy nagyon-nagyon súlyos betegségben szenvedő kisbeteget kezeltünk. A lehetetlent megpróbáltuk, mindenféle módot bevetettünk, csak sebészi és azon belül is az abszolút csúcskategóriás sebészi beavatkozás segíthetett. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kétségbe esett ember, bajban levő ember kapkod fűhöz, fához, mindenkihez. Summa-summarum eljutottak internet segítségével a világ egyik legjobb helyére, ahol a műtétet pont ugyanazokkal a kockázatokkal elvállalták, amilyen kockázatokkal mi is meg tudtuk volna csinálni, csak mi a kockázat egy kicsit túl magasnak értékeltünk. Nagyon szerényen az amerikai klinika 1,1 millió amerikai dollárt kért a műtétért. Egy kicsit megcsapott még bennünket, és akik ehhez azért hozzá vagyunk szokva, hogy a valós költségek nem egészen olyan alacsonyak, és ismét átbeszéltük, ismét megbeszéltük az egész esetet, és
sebészünk azt mondta, hogy jó, akkor ilyen magas kockázattal ő is meg tudja csinálni. Summa-summarum megoperálta, gyerek már otthon van, velünk volt a szerencse, meg a szaktudás, és az ország megtakarított 1,1 millió dollárt. Ebben az évben volt egy tanítványom, ő építész szeretett volna lenni, és lerajzolta a jövő kórházát, ahol a gyógyult betegek csúszdán mehetnek ki gyógyulás után, műtét után a kórházból. Egy olyan csúszdán, aminek a végén van valami lökhajtás, és egész hazáig repíti őket. Én azt mondom, hogy ez még a legszerencsésebb, mert igazából szerintem ő ebből még semmit nem tapasztalt. Ennek így kellett lennie, és az a lényeg, hogy ő minél előbb felépülhessen itt, és hazavigyük majd. A mai napon volt egy újabb katéteres beavatkozása Hannának, és úgy néz ki, hogy már most lépéskényszer van, tehát már most szükséges, hogy egy második műtéttel is segítsenek, javítsanak az állapotán. Jelenleg a 5. műtéti napon vagyunk, most már viszonylag jó állapotban, és most már egy gyógyszerbeállítás, és utána már otthon folytathatja továbbiakban az életét. Innen már könnyebb. Az én aszpolitikám az tulajdonképpen egy motto, amit Harvard Egyetemen Robert Gross professzornak a mottoja volt, és föl is írták a Robert Gross műtőfalára, még pedig az, hogyha egy műtét nehéz, akkor valószínűleg nem csináltad jól. Szóval ez nem pontosan így van, hogy ezek könnyű műtétek, de meg kell találnunk azokat a szakmai fogásokat, amik könnyűvé teszik. Soha nem szabad megelégedni azzal, ami van. Mindig arra kell törekedni, hogy lépést tartani a világgal, és mondjuk azt az országot, ahol élünk, az élbolyban tartani. A másik pont ennek az ellenkezője, hogy soha nem szabad állandóan arra panaszkodni, azon siránkozni, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, mert akkor egy életen keresztül boldogtalanok leszünk. Inkább arra kell törekedni, hogy ezt a hihetetlen fejlődést, ezt a fejlődni akarást mindig le tudjuk fordítani azokra a földön járó lehetőségekre és feltételekre, amiből adott esetben a saját országunk, a saját hazánk a lehető legtöbbet profitálja. Nem lehet, hogy a mi gyerekeink itt ne kapják meg azt, amit bárki megkap mondjuk a fejlett, vagy tőlünk fejlettebb lévő országban. És ha ezt meg tudjuk adni, akkor már elég jók vagyunk, akkor elégedettek lehetünk magunkkal is, és idézőjelben azt tudjuk nyújtani, amit a szülők elvárnak tőlünk. Ugye az ember nem tudja pontosan, hogy mi az élet értelme, meg hogy kell, de hogyha segít, ha másoknak segít, illetve pláne ha ártatlan, arra rászoruló egyéneknek segít, akkor azt gondolom, hogy nem lehetett fölösleges az élete. Minden karácsonykor szoktunk a gyerekeknek szervezni egy ilyen karácsonyi partit, ahol szülőket, gyerekeket látjuk vendégül. Egy ilyen kötetlen, éppen a feszültséget oldandó helyzet. És többen itt álltunk sebész kollégákkal, többiekkel, és a következő helyzetnek voltunk szem- és fültanúi, hogy egy 5 éves, ma már 5 éves, 15 évvel ezelőtt menthetetlen szívbetegségben szenvedő kisfiú a partin hevesen udvarol egy 3 éves, 15 évvel ezelőtt menthetetlen halálos szívbetegséggel ma megoperált 3 éves kislánynak. És ezt láttuk, és ez volt az a pillanat, amikor azt mondtuk, hogy megéri.